június 6-án tartotta meg a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenetagozata évzáró koncertjét a Közösségi Ház aulájában. A rendezvényen a tanulók különféle hangszereken mutatták be az elmúlt év termését. Felcsendült a fuvola, a fagott és a klarinét is, de volt, aki hegedűn vagy zongorán mutatta meg, mit sajátított el a zenetagozat óráin. A Karácsony Sándor Közösségi Házban összegyűlt gyerekeket, szüleiket és pedagógusokat elsőként Nagyné Lengyel Erika intézményvezető helyettes köszöntötte. Köszöntök mindenkit, aki ezt a szép délutánt arra használja, hogy meghallgatja azokat a diákokat, akik a Művészeti Iskola zene tagozatán tanulnak. Minden évben fél évkor a zenetagozatos tanulókkal így összejövünk, illetve a szülőkkel meghallgatjuk, hogy egy fél év alatt mit értek el a gyerekek. Évvégén pedig minden tagozatnak záró programjai vannak. Azért ülünk ilyen szép környezetben, mert a tegnapi nap volt a festőtagozatos tanulóknak a kiállítás megnyitójuk, és tulajdonképpen a zene tagozatnak egy kis hangulatot teremtettek ezzel a kiállítással, amiben már a közeljövő is megjelenik. Két hét múlva, ugye nincs már két hét sem, eljön a vakáció, minden gyermeknek a megérdemelt pihenés, és minden pedagógusnak is a megérdemelt pihenés. A zene tagozatnak, én ezt el szoktam mindig mondani, de úgy gondolom, hogy nem rossz ezt hallani, én pedig úgy gondolom, hogy ezt mindig el kell mondani, hogy a zenetagozaton tanulóknak, azoknak, akik valamilyen hangszerrel ismerkednek meg, sokkal nagyobb dolguk van a művészeti iskolában, mint az egyéb tagozatokon, hiszen önállóan egyedül kell birtokba venni egy hangszert, egyedül kell dallamot varázsolni akármelyik hangszerből, és ez teljesen más munka, mint egy néptánccsoportban együtt táncolni 16 társunkkal, vagy önmagunkat kifesteni, önmagunk gondolatát kifesteni, amit egy rajzon megjelenítünk, lehet javítani sokat benne. Lehet, hogyha elrontottunk valamit, akkor ha javítgatjuk, akkor egy csodálatosabb produkció jön. A zenében ott megvan, hogy mit, hogyan kell játszani, akinek majd akkora tehetsége lesz, hogy kreatívan javítani tudja magát, és majd önállóan is alkotni fog. Az egy másik dolog, de most jelen pillanatban a tanulás fázisában a kortát követve kell megjeleníteni dolgokat. Ez abból a szempontból pontosan ezért, amit elmondtam, sokkal nagyobb koncentrációt, nagyobb munkát jelent a gyerekeknek, és ennek van egy olyan hozadéka is, vagy következménye is, hogy amelyik gyermek sokat gyakorol, az idővel önmaga is érzi azt, hogy milyen szép, amit játszik, amit alkot. Aki nem sokat gyakorol, az sokkal később ér ebbe a fázisba, és azért van nagy felelőssége a szülőknek ilyen tekintetben, mert ha egy kicsit a gyermek belefárad a dolgokba, akkor támogatni kell, segíteni kell, és egy kicsit ösztönözni kell, és lehet, hogy ha átlendül a nehézségeken, akkor nagyon örülni fog annak, amit produkál. A művészeti iskola arra törekszik, hogy a gyerekeknek a tehetségét megpróbálja felfedezni bármilyen téren, amiben majd fejlődni tudnak. Így van ez a zene területén is. Nagyon örülünk annak, hogy mostanában nagyon sok diákunk, nagyon sok jót produkált a zenetagozaton is. Hát már most néhány éve mondogatjuk, és mondogassuk nagyon sokáig,
hogy Levente, Tóth Levente nagyon sok szép sikert ér el. A tanévben a megmérettetéseken, de most az elmúlt néhány hétben a szolfés tagozatos gyerekek, a felső tagozatosok belevágtak tanárnénivel egy nagy feladatba. A himnuszhoz kapcsolódóan egy országos versenyt hirdettek, és online, tehát interneten kellett a feladatokat megoldaniuk, és a legmagasabb csúcs az az országos verseny, ahova már Budapestre behívják a gyerekeket, és bejutottak a tanulóink erre a budapesti vetélkedőre, és jövő héten, szerdán fognak majd ott tanúbizonyságot tenni arról, hogy mi mindent tudnak. Reméljük, hogy szépen fognak, szép eredményt fognak elérni. A mai alkalommal a különböző tanszakokon tanulók minden be fognak mutatkozni, az előképzősök közül azok, akik ügyesek, akik már nagyon sokat haladtak, hiszen előképző még nem kötelező a bemutatkozás. Sőt, van olyan tanulónk is, aki hangszerre nem jár, de bemutatkozik most, mert annyira kedvet kapott a szolfés előképzőben, hogy mindig zongorázgatott egy kicsit, és nagyon ügyesen haladt ezen tanulmányaiban is. Igaz, hogy erről még nem fog bizonyítványt kapni ebben az évben. A zenetagozaton a pedagógusaink nagy örömünkre állandóságot mutatnak, tehát már évek óta itt vannak körünkben. Dr. Sápi Szilvia tanárnéni, aki ugye a zongorát tanítja, a szolfést tanítja, és az egyéb hangszereknek a zongora kíséretét is ellátja. Udvarhelyi Péter tanár, aki fafúvós hangszereket tanítja a gyerekeknek, és Albert Sándor tanár, aki a hegedű tanszakon tanít. A kis koncertünkben a tanulóknak a produkciói, illetve a műsorszámát ők fogják felvezetni. Én mindenkinek nagyon jó időtöltést kívánok, és egy idézetet tegnap kerestem, ami nem kimondottan a zenetagozatra, illetve a művészetekhez kapcsolódik, de én úgy gondolom, hogy akár gyermek, akár felnőtt az illető, ez egy nagyon elgondolkodtató és megfogadásra szóló idézet, amit nem is művészember írt, hanem Marie Curie, aki kémikus és fizikus volt. Ezt szeretném elolvasni, mielőtt megkezdődik a kis programunk. Az idézet úgy szól, hogy egyikünk élete sem könnyű, és akkor legyen bennünk kitartás, és mindenek előtt bízzunk önmagunkban, hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit, kerül, amibe kerül, meg tudjuk valósítani. Mi itt az iskolában arra törekszünk, hogy a gyerekek találják meg önmagukban, illetve a szülői háttérrel együtt találják meg azt a tehetséget a gyermekbe, és a gyermek érjen el arra a szintre majd később, hogy kerül, amibe kerül. Ha én valamit meg akarok tenni, meg akarok csinálni, akkor azt megvalósítom. Én köszönöm a gyerekeknek, a pedagógusoknak az eddigi munkáját, és lehetőleg nem nagyon izguljatok, mert a vizsgán nagyon szépen produkáltatok, úgyhogy mutassuk most meg, hogy mit is tanultunk ebben a tanévben. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit! A zongora tagozatos növendékek kezdik a hangversenyünket. Szólítom Karacs Ádámot. Ő az a kis szolfés tanszakos tanulónk,
akire csak úgy ráragadtak menet közben a zongora darabok, és már be is tud mutatni kettőt a hangversenyünkön. Két Kassai Mária darabot ad elő. Lesz furúja, fuvola, klarinét, fagott, hát igazából mondhatnám, hogy egy nagyvárosi zenéskola szintén tudjuk produkálni. Az első kis növendék, akit hallani fognak, Domokos Dóra. Kavagyék furújázott, idén választotta a fuvolát. A fuvoláról tudni kell, hogy igazából könnyűnek tűnő hangszer, de pont azért, mert egy ilyen kis lédarab, csúnyát mondok, ezért nehéz úgy fújni, hogy, szép legyen. Dórinak mostában nagyon sikerült ezt megvalósítania, és ezt szeretnénk megmutatni. Thank you.
Szalka fejében is szeretettel köszöntöm a közönségünket, kedves szülőket. A Szűzdóikát szeretném kérni, hogyha lenne szíves, és játszana nekünk egy dal. Thank you.
tavaly fúvijázott, idén kezdett el klarinétozni. Thank you.
Balázs, Bartók Béla Népdal című zongoradalmát adjunk. Thank you.
Következik ismét Sebi. Thank you.
Chopin A polonézét adja elő. Thank you.
ő tavaly még nem játszott hangszeren, idén már igen.
ifi zenekara. Thank you.
fiatalember, aki játszani fog nekünk, nem most kezdte a szakmát. Putinos vérókának számít a zene területén. Szerintem elsőben, de lehet, hogy olyan régen volt már, hogy lehet, hogy másodikba kezdett el hozzám járni. Nagyon csak jót tudok erről a fiatalemberről mondani. Mindig ott volt, mindig tette a dolgát, mindig szépen tudtunk közösen dolgozni. Tehát mielőtt még egy hangot is fújna, úgyis emelem kalapomat előtte, mert egy nagyon-nagyon korrekt fiatalemberről van szó. Következik Kemencsei Zsolti. Csak úgy, én hiába akarok tanítani, ő hiába akar tanulni. Ha ráadásul még utálnánk is egymást, akkor sem működne a dolog. De ha ő tanulni akar, én tanítani akarok. Nekem szimpatikus ő. Nem volt, az, hogy nem volt be velem baj az elmúlt években. Szóval mindenképpen köszönöm szépen, hogy itt voltál. Tegnap a kiállítás megnyitó végén a nyolcadikosoktól, mert egy pár, hát több nyolcadikos is volt a festőtagozaton, elbúcsúztam, de szerintem Tanár bácsi most helyettem. Elbúcsúzott, én csak annyival egészíteném ki Zsolti, hogy találd meg a további utadon is,
azt a pedagógust, aki úgy, ahogy tanár bácsi, úgy követte szerintem a kis fejlődésedet, meg a mindennapjaidat, és találd meg azt a kapcsolatot, mert így lehet haladni. Tehát így lehet fejlődni, hogyha a pedagógus és a gyerek között megvan az a kapcsolat, az az összhang, amiből aztán ilyen csoda keletkezik, mint most az előbb, amit hallottunk Zsoltitól. A zenében különösen fontos ez, ugyanis a zene az páros óra. Tehát ott nincs nagy tömeg, ott a pedagógus van és a gyermek. Na most, ha a pedagógus és a gyermek összetalálkozik gondolatban, és megtalálják az összhangot, akkor lehet nagyon jól haladni. És én most, amikor a vizsgán ott voltam, a szolfézs és a hangszeres vizsgán is, azt láttam, hogy nagyon sok gyerek között kezd kialakulni, vagy alakult már ki ez a kapcsolat. És vannak a pedagógusok körében is vannak olyan évfolyamok, amikor egy-két év, amikor olyan nehezen indul meg valami, de most én úgy látom, hogy itt a zenetagozaton, ha a szülők is, a gyerekek is maradnak, és ez az összhang megmarad, most nagyon sok ilyen kis csoda kezd kibontakozni, amihez együtt kell mindenkinek majd dolgozni. Amikor Levente játszott, akkor jutott eszembe, hogy nem tudom ki mennyire ismeri a mi oktatási rendszerünket, most nem mondta el Szilvi sem, de főleg a zeneiskolában, hogyha a pedagógus felfedezi azt, hogy egy gyerekben van akarat és van tehetség, akkor a szülőkkel együtt megbeszélhetik azt, hogy többet dolgozzanak órán. A zenetagozaton van A és B tagozat. Az A tagozaton a gyerekek kapnak minden héten kétszer fél óra hangszeres órát és az ahhoz kapcsolódó szolfézs órát. Aki vállalja azt, hogy egy kicsit többet vállal a munkából, és úgy érzi, hogy többre képes a pedagógus, úgy érzi, hogy többre képes a gyerek is, a szülő is, akkor ő vállalja azt, hogy B-tagozatos lesz. Levente azért játszott több darabot, mert ő az egész zeneiskolából ő egyedül itt most jelen pillanatban, aki B-tagozatos, ő hetente nem kétszer 30 percet jár hangszeres órára, hanem kétszer 45 percet, és mivel őben a tehetséget látjuk, az iskola annyit tett még hozzá, természetesen a pedagógus kérésére, hogy még fejlesztői és tehetséggondozó órát is kapott pluszba. Egy-egy órát elméletből is és hangszeres oktatásból is. Tehát ő azért játszott többet és másabb darabokat, mert ő már ezen a szinten vállalta az oktatást, és bízunk benne, hogy a jövőben is nagyon sok szép mindent fogunk hallani tőle, illetve hallani róla később. Azt hiszem, hogy mindenki megelégedésére mondhatjuk, hogy eredményes évet zártunk a zeneiskola területén. Ezzel az oktatást erre a tanévre befejeztük. Tehát már most az órákra nem kell jönni a tanulóknak. A 8. évfolyamon a bizonyítványosztás a ballagással lesz összekötve, a többi évfolyamon pedig 17-én kedden este 6 órától fogjuk mi is a bizonyítványt osztani, ugyanúgy, ahogy az általános iskolában. A szokásos mód ugye az már régóta, hogy először az osztályokba átveszik a gyerekek az általános iskolai bizonyítványukat, és utána pedig nem a megérdemelt eredmény után egyből fagyizni indulnak, vagy süteményezni, hanem ebben az épületben átveszik a különböző művészeti iskolai bizonyítványukat, azt a tanévzáron hirdetjük, hogy melyik teremben melyiket. Szeretnénk, ha mindenki átvenni,
és szeretnénk, igaz, hogy már megvoltak a beiratkozások, tehát ha jövőre újra találkoznánk mindenkivel. A zongora az többnyire otthon megvan a környezetükben a gyerekeknek, nyáron nem szabad teljesen leállni, mert akkor meggémberedik a kis ujja mindenkinek, és szeptemberben nehéz lesz újraindítani. Aki nem zongorán játszik, az annak visszavesszük a hangszerét, és utána vissza is adjuk, hogy nyáron tudjon gyakorolni, kivéve a fagott, mert azt nem tudjuk kiadni. A fagott tagozaton még mindig dolgozunk, de nem olyan egyszerű, mint ahogy mi elgondoltuk a tagozat beindítása. Bízunk benne, hogy addig a gyerekek szorgalomból és tanárbácsi adja hozzá az indítatást és a segítséget, tovább folytatják a munkát, és reméljük jövőre sikerül hangszert is, saját hangszert, iskolai hangszert, mert ez egy kölcsön hangszer bennünk, és benne lesz remélhetőleg a pedagógiai programunkban is. Köszönöm mindenkinek a munkáját, még egyszer az előbb is megköszöntem már a pedagógusoknak, a gyerekeknek és a szülőknek a támogató segítségét, és még a zeneiskolát bezártuk, de azért ne felejtsen eljönni senki iskolában még a jövő péntekig, ez csak a zeneiskola zárása, és utána pedig mindenkinek kellemes kikapcsolódást és jó pihenést a nyári szünetre kívánok. Köszönöm szépen!